Idén nagyobb népszerűségnek örvendett a Holosi Házban megszervezett nagyok tábora, ahol szatmári táncokat tanultak és furulyaoktatásban részesültek. Tavaly csak 10-en jöttek el, idén már 20-an voltak. Az augusztus 4-től 8-áig megszervezett nagyok táborára a 4. osztályosoknál nagyobb gyermekek jelentkezhettek. Az idei nagyok táborában, amelyben 4. osztálytól fölfelé jelentkeztek a gyermekek, megduplázódott a gyermekek száma a tavalyhoz képest, míg a tavaly csak 10-en jöttek el, idén már 20-an. Ez reméljük és gondoljuk, hogy annak köszönhető, hogy a tavaly egy annyira összefort csapat alakult itt, egy annyira összerázódott csapat lett, hogy még 10 embert ide vonzottak, és ennek mi különösen örülünk. Székely János furulyaoktató zenetanár segítségével megtanulták a hangszer kezelését, megszólaltatását, sőt a muzsikát, az örömódát már el tudják furulyázni. A gyerekeknek a tábor 5 napja alatt elsősorban a hangszert magának a kezelése, megszólaltatása, és helyenként kisebb és egyszerűbb dalamokkal már muzsikát tanítani. Valószínű, hogy nem lesznek ezek a diákok a világ nagy furulyásai, de a lényeg az, hogy megszeretik, megkedvelik a zenét, a muzsikát és a hangszert. Megpróbálják önmagukat kifejezni zenében is. Tavaly sófalvi táncokat tanultak, idén szatmári táncot hozott a 2 budapesti oktató. Ebből a táncból fognak összeállítani egy koreográfiát a Főtér Fesztiválra is. Míg tavaly sófalvi táncokat táncoltunk, idén szatmári táncokat hoztunk. Ebből szeretnénk egy kisebb koreográfiát összeállítani majd a Főtér Fesztiválra is. A választás nem véletlenszerű, hiszen itt Máramaros eléggé közel van a szatmári tájegységhez, és hát ezért is gondoltuk azt, hogy idén akkor a szatmári táncokat hozzuk, hiszen ez a legközelebb. Tetszik ez a tábor, mert nagyon jó a társaság, az oktatók, és különösen azért, mert sokat táncolunk. Pár évvel ezelőtt is voltam, és nagyon tetszett, és hallottam, hogy újak az oktatók, és akkor akartam látni, hogy ők hogy tanítanak. A kedvenc részem a fiúk verbunkja.
különösen a táborban azt tetszik, hogy különféle táncokat tanulunk meg, amit eddig én még nem ismertem. Az, hogy összerázó feladataink vannak, mikor együtt kell táncoljunk, és hogy így megismerhetjük másukat. A furulyoktatás pedig kifejezetten tetszik, mivel egy új hangszeren is megtanulhatok játszani. 5-6-7! Nekem nagyon tetszik a tábor, azért mert lehet tanulni hangszereken, és hát tanulunk táncokat, mindenféle táncokat, és a tanárok kérdeztek tőlem néhány táncot, hogy én tudom-e ezt a dallamot, meg ezt a dallamot, és én tudtam néhány dallamot. És táncoltam is velük. Köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is a TV Sziget adásai mellett!